Saját jelöltet indít az MSZP Heves megye 2. számú választókerületében, a lemondott gyöngyösi polgármester Hisz György helyett, jelentette be Bolnár Gyula, a párt elnöke. A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott, a szocialisták Orosz Bálint Jánost indítják el itt, a DK javára visszalépett Korós Lajos pedig az országos listán fog indulni. Sajnálja, hogy Hisz György visszalépett a jelöltségtől, az pedig még inkább, hogy kilépett a pártból, fogalmazott Molnár Gyula az MSZP elnöke szerdai EGRI sajtótájékoztatóján. Azt viszont cáfolta, hogy Fodor Gábort indítanák Heves megye 2. számú választókerületében. A párt szerdán döntött arról, hogy saját jelöltet indítanak a parlamenti választáson. Az MSZP Orosz Bálint Jánost, a párt gyöngyösi elnökét indítja az április 8-ai választáson. Lesz saját jelöltünk, 17-én neki fogunk elkezdeni ajánlásokat gyűjteni. Másik körzetben is egy kiváló fiatal jelöltünk van, egy 19 éves autóversenyző, és itt, akik hiányolják Kóros Lajos, szeretném mondani, hogy a szövetségnek van jelöltje, csak a DK javasolta. A párt elnöke azt is elmondta, létrejött a Változás szövetsége, hétvégére már listájuk is elkészül, amint Kóros Lajos is szerepelni fog, valamint hozzátette, az elkövetkező 60 napban az emberekre fókuszálnak majd, kormányra kerülésük esetén az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát helyezik majd előtérbe. Mi azt vállaltuk, hogy egy 4 éves ciklus alatt, kormányzati ciklus alatt legalább 50%-kal meg fogjuk emelni a családi pótlékot. A nyugdíjasok irányába is vannak vállalásaink, mindenek előtt a korhatár alatti nyugdíjak egyfajta rendszerének kidolgozása, a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségebe beleillesztve a korengedményes és a korkedvezményes nyugdíjat. Mirkóczi Kizit, a párt EGRI elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, Egerben elsődleges feladat a lakhatás és a megfelelő bérezés megoldása a fiatalok számára, de biztosítani kell a kultúrát, szórakozási lehetőséget is.